Kolibri színház vár. Minden nap mesélünk nektek a YouTube csatornán. Kolibri színház vár, Kolibri színház vár, Kolibri színház vár. Szeretettel köszöntelek benneteket, Farkas Évi vagyok, és küldök nektek egy szép mesét a Kolibri Színházból. Móra Ferenc, a mi pókunk. Minap, ahogy ballagok hazafelé, nagy jajveszékeléssel szarad elejben a lépcsőn Panka lányom. Libeg lobog az aranyhaja, tele van könnyel a búzavirág szeme, és panaszkodik. Jaj, apuka, nagy szégyen érte a házunkat! Micsoda szentem, tudakoltam tőle ilyetten. Tán elfelejtett delet kukorékolni a kakas. Jaj, nagyobb ez még annál is. Tán lehágta a sarkát a bádok huszára, porcelán herceg kisasszonynak. Jaj, édesapukám, ne is találgass, mert azt ki nem találod. Azt mondta ránk a házmester Böske, hogy nekünk még pókunk sincs. Ejnye, söprő meg a kefe, mondtam haragosan, ez már csak ugyan csúfság. Hamar, hamar, édesanyja, teremts ide nékünk egy pókot. Nem bánjuk mink, ha csupa akkorácska lesz is, mint egy kétfelé tört mágszem, csak pók legyen. Olyan áldott lélek ez az anya, hogy a mi lelki üdvünkért tám még a csillagokat is lehozná az asztalra játéknak, de pókot nem tudott előkeríteni sehonnan. Édes lelkem, hol vegyek én nektek pókot, ha csak a padláson nem bújik meg valahol? Nem aludtál se padláson, se pincében. Kifordítottok a papírkosarat, fölkutattok a tulipános ládát, nem volt ott egy fiapók sem. Hanem találtam a láda nagyfiókjának a kisfiókjában egy icipici skatuját. Aranya teteje, bársonya bélése, de már ezt az Isten is pók istállónak szánta. Nézd, de tartom oda Panka kisírt szem elé. Ebben tartjuk majd a pókunkat, ha lesz. Nem ér az semmit, eredt el a könnye megint a drágámnak. Nem lesz nekünk már pókunk az életben. De már erre magamat is erőt vett a keserűség, s alig, ha nem megkérem a jó Istent, hogy változtasson pókká, ha Panka bizakodva föl nem kapaszkodik hozzám. Apuka, van pénzed? Annyi, mint szőr a békán. Pankának szeme szikrát szólt örömében. Hisz akkor nincsen baj. Kimegy a piacra, és megveszed a pókot. Mondom, nem vagyok ám biztos benne, hogy árulnak-e pókot a piacon. Azt se tudom, hogy mázsával mérik-e, vagy vékával. Mindegy az apuka, csak te pók nélkül haza ne gyere. Isten neki, gondoltam magamban, amit Panka kíván, meg kell azt fogadni. Éppen csak annyit kértem érte, hogy mire hazahozom a pókot, legyen megírva a lecke. Úgy vedd, mintha már meg is volna, fogadkozott Panka, s lekapta a szögről a táskáját. Hát, ahogy ki akarja nyitni, uram fia, ereszkedik ámre róla nagysebesen egy icipici pókocska. Hát bizaz egészen beszőtte a táskát a húsvéti vakáció alatt. Mi az, drágám, ugrok oda sebesen? Semmi, apuka, csak egy legyecske, vörösödött el Panka a füle búbjáig. Hanem tudod mit, apukám? Ne menj a piacra, mert már nem kívánok pókot látni. Azt hiszem, rá sem tudnék nézni arra csúnya takácsmesterre. Így maradt minálunk lakó, nélkül a pókistálló. Aranya teteje, bársonya belseje, amelyiktek belefér, jöjjön el hozzánk póknak.